Vácon azért nem sikerült olyan nagy arányú győzelmet aratnunk, mint ahogy azt megszokhattuk tőlünk, több hibával játszottunk. Ebből tanulnunk kell, és a Mosonmagyaróvárra ellen nem elkövetni ezeket a hibákat, hiszen nagyon jó csapatról beszélünk, jó játékosokból áll, jó formában is vannak, de úgy gondolom, hogy ez ránk is jellemző, úgyhogy remélem hazahozzuk a két pontot, de mindenképpen kemény találkozóra számítok, hiszen sose könnyű ott idegenben játszani. Nagyon jó dinamikus csapatról beszélünk, ahogy te is említetted, fiatalokból el úgy gondolom, hogy jönni fognak 100%-kal ránk. Nekünk védekezésben is 100%-ot kell nyújtanunk, meg kell állítanunk őket, hiszen gyorsan játszanak, úgyhogy szerintem ebben lesz a kulcs, hogy így a támadásban őket megakasztjuk. Úgy gondolom, hogy a mi támadásunkban úgy nem lesz nagyon baj, ki kell küszöbölni azokat a hibákat, amiket előtte elkövettünk, nem elkapkodni, nyugodtan játszani, de úgy gondolom, hogy sikerülni fog.